Sziasztok, én Tom vagyok, folytatjuk a TechWorld 2-t. Ez lesz a negyedik rész, ahol össze fogom rakni a reaktort, és ennek örömére építettem egy olyan épületet, amit ott láthattok. És van még egy plusz dolog. Nézzétek, ki van itt. Na! Lest! Lest! Zsönyörűs! Ez nagyon rosszul, vagy elég érdekesen jött ki, hogy szépen lassan fordítom a kamerát, és így megálltam, és így hol van Erpi? Igen, hát itt van velünk Erpi is. Most már. Igen. Ez nagyon csalódó. Néztem, és így azt hittem, hogy leléptél, vagy valami, és közben nem vettem észre. Én na, nálam vannak a reaktorblokkok, úgyhogy nem tudom, te mennyire ismered a Big Reaktort. Semennyire. Jó, hát akkor neked is elmondjuk a dolgokat. Ugye tutoriál. Na, építettem ezt a szép kis reaktorépületet. És itt van a hozzátartozó torony, aminek a belseje üres. De ezt ki fogjuk tölteni majd gépekkel. Szerintem. Oda tökéletes lesz pár boiler majd későbbiekbe, és akkor ha bejössz az épületbe, akkor elkezdeném, és akkor te is látod, hogy hogy kell megépíteni, vagy pedig vagy mással foglalkozol, nekem az is jó, hogyha... Megnéztem, mit akarnék csinálni, vagy szerettem volna csinálni. Megnéztem, hogy miből áll, elment tőle a kedvem. Értem. Na, amit fontos tudni, hogy RP majd az IC2-t fogja majd valószínűleg bemutatni, hogyha elkezdjük. Én valamilyen szinten el is kezdtem, miután ezekhez a Industrial Information panelekhez kellett ilyen circuit, abból csináltam egy párat, ami ott van fönt a egyik ládámba. Ezekre tök jó dolgokat lehet, ki lehet írni a nevet, vagy ilyen szöveget, meg ilyen időt, tehát ez például a Minecraft-beli időt mutatja, amit csináltam a házba is. És igazából ennyi. Ez a kéménnyel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy ez ugye, amit már mondtam, hogy miből lett, mert ugye az előző részben láthattátok, hogy elkezdtem építeni az épületet, meg ezt a toronynak a egyik részét. Csináltam egy ilyen rope ladder-t, ami fonából van, meg fából. Itt a háromnegyedénél a toronynak ilyen copper blokkokat csináltam, hogy ilyen ne egy hangú legyen az egész. Ha feljövünk, akkor láthatunk itt pár darab glowstone-t a tetején, ami ilyen kicsi megvilágítás, és smokereket csináltam. Ennek ugye csak design szempontjából csináltam, hogy ne csak egy üres torony álljon itt, hanem valami kinézete is legyen, hogy füstölög, mint a rendes életbe. Ezeket úgy kötöttem be, hogy ki is lehessen kapcsolni lentről, ezért bekötöttem szépen redstone-nal, amit levezettem, és lent lesz egy kapcsoló. Gyorsan leugrunk, mert ugye van egy jó kis cipőnk. Itt is van egy kapcsoló, amivel be tudom zárni szépen ezt drawbridge-el oldottam meg ezt a bejárat típust. Itt van ez a kapcsoló, amit nem tudom, kikapcsoltál? Ki? Jó, most ki van kapcsolva? Ja, jó. Nem baj. Nem marha lassan száll el a... Igen, marha lassan száll el a füst, de láthatjátok, hogy már nem füstöl. Az meg az ajtó. Az ilyen drawbridge, beleteszel egy darab olyan blokkot, amivel szeretnéd, hogy olyan színű legyen. Tehát a drawbridge még a külsejét is változtatja, és mellé teszel három blokkot, ami, vagy akkorát, amekkora az ajtónak a nyílása. Itt a emeletre, hát itt a körbejáráshoz itt két oldalt elevátort használtam, open blocks, és akkor nem tudok felmenni. Space. Igen. Nem működik? De nem. Lol. Ja. Érdekes. Ja. Nem tudom. No, akkor kezdjük el. Még nem tudom, hogy mekkorát szeretnék építeni. Nem döntöttem még el. De minél nagyobb, annál többet termel. Egy 10 blokk széles biztos. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meg kell nézni, hogy elfér-e egymás mellett a 2x10-es. Vagy a két oldalt ugye a 10x10-es. Nem 10x10-es, de 10 széles. 2, 3, 4.
10. Ó, tökéletes. Szuper, akkor 10 széles lesz a két reaktor. És... ez mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akkor 10x10-es lesz a két reaktor. Viszont ehhez most nézem, hogy nagyon sok blokk kell. De jó isten. Oké, ez az egy stack, ez kevés volt az alap megépítéséhez, úgyhogy hozok, kraftolok még ilyen reaktorblokkokat. Én addig beleszólnék. Mondja nyugodtan. Ha elkezdeném véletlenül ezt a izét. IC2-t? Nagyon szépen elrontottam, igen. Elkezdheted akár akkor most hol építhetem ezeket a vackokat? Mármint magát a gépeket? Ah, úgy állok minden. Erre a falra nyugodtan. Ezt itt kihagytam, mert tudtam, hogy még fognak kelleni gépek, nézd. Megfordulsz akkor. Erre most valamelyik. Jó, majd akkor szóljuk a figyelsz. Nem a... erre a falra, ide, erre a falra, meg itt a másik oldalra. Aha. Is szintén. És ott azok a lenti bazinagy terek. Igen. Jó, pont nem, ott még a fánál volt. Ide berakjuk majd az IC2-nek a... vagy várjál, nem? Külön pincét építünk neki. Nem, az nem arra gondoltam, már nem. Hogy itt mi lesz? Ahova leraktam ezt a gyönyörű fel. Oda majd megy a... ennek a... Kókóvennek a másik fajtája, a Blast Furnace. Erre a kettőre gondoltam. Uh-huh. Ide lentre. Nézd, azt fogjuk csinálni, hogy itt az elevátor alatt lesz még egy elevátor, ami a IC2-es pincébe vezet. Az úgy neked jó? És akkor ott ki tudsz alakítani egy IC2-es energiaforrást. Csak majd azt ki kell ásni. Oké, okay, valamit elsőztem a menőmben. Na mindegy. 36 vas kell nekem még. Vasból is sokat kellett hoznom ugye a kéményhez. Irdatlan mennyiséget igazából. 36. Kell. Mert a kémény az vasból van? Hát mondtam, hogy ugye 3 vas kellett 4 darab olyan blokkhoz. Tehát, hogy így... na, hát elég drága a dolog. Mm. Hát bizony, hmm. Jó. Ezt még kiveszem. Csak maradt 3 stack jellórium ionot, ami majd az üzemeltetéshez fog elhasználni. Gondolkodok, hogy lehet, hogy nem lesz 10x10-es, ez nagyon nagy. 10x5-ös szerintem elég. Már akkor befér oda más is. Sőt, ez biztos. Szerintem is az legyen. Na látod. Nem tudom, hogy konkrétan mire gondolsz, de biztos, hogy jó. 5, itt elvágom. Nem kell ekkora. Túl nagy. Kalapács, iron. Spórolunk blokkokat, meg előbb meg tudom mutatni. Ja. És akkor itt van a... hol a fa főnök? Nem baj, találtam sticket, már megoldottam. Akkor jó. Na. Hol van a fákja? Itt. Egyelőre csak egy reaktort fog beüzemelni. 3, 4... 5. Maga. Tudom, hogy... jó, keretre talán elég lesz valamennyire szinten. Jó. Nem biztos. Jó. De pont elég. Keretre elég volt. No, akkor beletesszük a reaktorkontrollert. Ide. Ide tesszük az egyik access pointot, ide a másikat. Power trappet azt szerintem ide. Jó, mondjuk ezeket úgyse tudod, hogy mi mire jó, úgyhogy majd mindjárt magyarázom én. Ja, nem, most nem, nem a, az... ja, azt hittem, azt hittem, hogy arra hümmöksz, hogy... de jó. Ha azon hümmögnék, haj, de jó lenne. Nos, jó, megyek, leugrom. Oké. A reaktor kontroller az egyértelmű, hogy ezzel fogod látni a reaktornak az interfészét, ahol látod, hogy mennyi áramot termel, mennyi jellórium van a hűtő, hanem a hűtőcsövekben, hanem ezekben a...
A kezelőrendszer. Hát igen, a kezelőrendszer. Mennyi uránium van a uránium cellákba, stb. Itt van egy ilyen, hogy reaktor power trap, ebbe kell majd belekötni a thermal expansion-ös energy konduitokat, és akkor majd itt ez a kis piros pötty zöld lesz. Ide majd fogunk építeni valahova. Lehet, hogy ez alá, a terem alá fogunk építeni egy ilyen pincét, ahol csak energiatárolás lesz, és innen fog a házba menni majd. Itt van ez a két access point, ennek az a funkciója, hogy az egyik a bemenet, ez a bemenet, a másik meg a kimenet, ezt be is állítom, itt van egy dir out, itt pedig a másiknál az, hogy dir in, tehát ez a bemenet, ez a kimenet, ide betesszük a, ezt a yellowrium ionotot, és fogtok kapni egy olyat, hogy nem plutóniumot, hanem cyanide ionotot. A cyanide ionotot át kell, nem tudom, nem darálni, hanem be kell tenni ebbe a cyanide process, reprocesszorba. Ezt is fogunk majd csinálni, és amint beteszitek, egy bizonyos idő múltán átalakítja ilyen plutónium ionottá, és a plutónium ionotot ugyanúgy fel tudjátok majd használni üzemanyagnak a másik reaktorhoz, tehát ez fog menni jellóriummal, ez meg plutóniummal, tehát egymást látja majd el a kettő. És akkor visszamegyek még craftolni blokkokat. Beszorultam! Hogy haladsz? Nem jutok följebb az emeleten. Nem tudom, neked miért ilyen bugos. Most épp így nyomogattam az összes gombot, de valahogy feljutottam. Értem. Ez a nagyobb gond, mert hogy innen nincs lépcső. De, hát leugrasz. De ja, most... Ja, meg van itt egy ilyen. Jó. Gumifát keresek. Csak gumifaszepi? Mindjárt hozok. Én nem, mert most keresni akartam gumifát. Tessék, itt van 10 darab. Mind Factor is van. Hol az az itt? A kezembe. Hol vagy? Na, igen. Megvan. Ház előtt. Oké. Okay. Mind Factor is jó az IC2-höz, csak le kell ültetni őket. Rád dobom. Itt van. Mögötted voltam. Kidobtam. Szóval el körbe-körbe. Itt van 10, hozok neked bombilt, és akkor tudsz... Na, megkeresem. Ja, jó. Oké, akkor foglalkozok a craftolással. Legalább valami. Kigyulladt. Kigyulladt. Mi gyulladt ki? A kő. Kő? Milyen kő? A kő. Hát az a fekete kő. Hol? Itt te. Itt. Ja, mert itt Blast Furnace van, és itt alatt a láva van, de nem tudom miért gyulladt ki. Ja, lehet, hogy a chest. Az előfordulhat. A Rotary Crafthoz ott kell csinálni majd... Hoppá. Steelt. Rotary Crafthoz steelt. Oké, ez még egy stack. Lehet, hogy ezt most szeretni fogod, majd le kell menni szénér. Öre, de hoztam 30-at. Azt látom, de azt még nem... nem biztos. De én majd nem. Kiderül. Majd mindjárt kiderül. Tudom, mit felejtettem el. A cellákat megcsinálni. Ezt is mindjárt megcsinálom. Jó. A hűtő folyadék az pedig azon gondolkodtam, hogy a legegyszerűbb víz. Tehát föltöltjük ezt az egészet vízzel, és akkor majd itt beleállítjuk a hűtőcellákat. Azt mondja, hogy ez egy hűtőcella, kettő, négy. Talán hat uránium cella fog beleférni szerintem, hat oszlop. Úgyhogy szerintem ugye csinálok valamennyit így hasraütésre, hogyha kész van valamennyi ilyen grafit. Ugye? Igen, grafit bar. Ez ugye kell egy valamilyen urániumfajta, kettő grafit, meg sok iron. Oké. Akkor csinálunk. Tizet. Na. Szuper. Ezt a tizet lehelyezem, és akkor az is megvan valamennyi ideiglenesen.
Addig is látom, hogy hol kell elhelyezni majd az oszlopokat. Jó, csánk error. Csánk error? Küldereg mondtam. Nem baj. Majd megjavul. Hoppá. Ja, az ilyen könnyen bontható. Személyek. Hát... Jó, az így. És akkor ezekre jön még egy, az azt jelenti, hogy az négy... Valami világít a víz alatt. Az lehet, hogy még kaptár. Vagy valamilyen blokk. Az négy... Hat... Parlag. Nyolc. Még nyolc darab kell ebből. És akkor ezek megvannak, és akkor... Elég próbáltam fát ültetni, és kiukadtam egy barlangban. Merre indultál te fát ültetni amúgy? Hát mentem földért. Ja. Jó. Ha miért nem vágtad itt ki a fákat, és akkor... Jó, most innen ki is vághattad volna a fákat, és akkor itt bele tudtad volna ültetni. Túl egyszerű, tudod? Ja, jó. Oké. Elment a földet, mert látom, hogy minden sivatag. Ezt gondoltam, ott nem terem meg a gumifa. Ja, jó. Oké. De megterem amúgy. Mi a homokon? A homokon nem, de a földön igen. A föld meg van itthon. Na ugye. Azt mondja, hogy mennyit számoltam? Na, működ? Négyet. Működik a lift. Négyet fölfelé. Számoltam meg... Szerintem nyolcat. Remélem. Ja, hogy a ház mögött meg föld van. Aha. Hát egy ilyen dombra épült az egész, úgyhogy... Ja. Az is időbe telt, mire észrevettem. Igen, Erpi még most játszik először ezen a mappon, úgyhogy neki ez egy, úgy, hogy van egy egész nagy furcsaság az az egész. Ide felugrunk. Ah, tökéletes. Akkor jó tudtam. Akkor már csak a blokkok kellenek, és kész az első reaktorunk. Gyorsan építek hozzá egy... De szerintem egy hardened cellát szerintem nyugodtan bele lehet majd vezetni, úgyhogy kell egy redstone blokk. Kell majd lead. Ó, tudom én. Electrum. Baltán is. És akkor mindjárt. Várjál, van nálam minden, ami kell egy baltához. Lead. Ja, nem, nincs. Copper. Két redstone. Ez kész. Igen, copper. Három darab. És akkor ezt úgy tesszük össze, hogy négy lead. Négy üveg. Szuper. Gyorsan összepakoljuk. Így. Kész van, és akkor ezt tovább tudjuk fejleszteni négy darab invárral, amit úgy emlékszem, hogy hagytam még valamennyit. A hét darab van, majd azt is kell csinálni. És akkor kell nekem még pár vezeték. Itt van, öt elég. Jó, közben megnézem, hogy a blokkok, vagy a kiégetéssel hogy állunk. Szupi. Ezt is gyorsan megcraftolom. 20. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz elég. Mindegy, megnézzük, legfeljebb visszajövök még egyszer. Közben megnézem, hogy 19 perc. Jó. Akkor még körülbelül még 10 perc, és akkor ennek a résznek ennyi. Az előző két résszel nagyon kiúztam a gyufát magamnál, mert sikerült. Már? Hát az egyik az 50 7 perces lett, a másik egy órás. Jaj, majd emlékeztess, miután felvettük, hogy akarok valamit mondani. Jó, oké. Egy órás? Igen, egy órás videót sikerült csinálnom. Hány darabra vágtottam? Sehányra. Egybe tettem föl. De egész sokan... Azért, aki megnézte. Egész sokan megnézték.
Tehát nem gondoltam volna, hogy annyian megnézik. Ha figyelj, amit utólag tettem fel 4 napja körülbelül, azt is már ezért. Az is az lett az 1 órás, és egész szépen megnézték már. Nem gondoltam volna, hogy annyian megnézik. No. Jó, ennyinek most már tényleg, ha nem elég, akkor sem ennyi nem elég hozzá már. És akkor kész a reaktor. Na, hogy haladsz? Mindjárt kész vagyok. Egész jól haladok. Jó, neked. Miért? Sehogy nem haladsz? Ó, dehogy nem, mert csináltam kemény 2 eszközt. Aztán rájöttem, hogy ez a vacakhoz gumi is kell. Ó, gumifeket ültetek. Kell még blokk, most jöttem rá. Kell a tetejéhez. De még kell víz is. Föl kell tölteni az egészet. Akkor még nem fedem be. Kell nekem 2 vödör, víz. Többit meg megoldom. Hopp. Az egy vödör láva. De egy akkor csinálok. Vasból is szépen kifogytunk. Hát mondjuk ez a reaktor azért nem egy olcsó mulatság, így bevallom őszintén. Bár szerintem ahhoz képest, hogy egy vasból sokat kell használni belőle, sokkal jobban megéri ezt megcsinálni, mint az IC2-est. De szerintem RP valószínűleg fog csinálni olyat is, nem tudom, hogy tervezi-e. Csak kihívásokat kapok. De nem... Még ott tartok, hogy gumit szerzek. Jó, nem azt mondtam, hogy most azonnal, csak hogy csináltál már reaktort IC2-ben. IC2-ben? Igen. Tudom, és bum lett a vége. Ilyednél. Ja, jó, oké. Reaktort nem, de más energiaforrást régen még igen. Jó, oké. Akkor bemutatjuk azt, és legfeljebb összehozunk egy reaktort valahogy. Nem vagyok benne biztos, hogy azt már meg lehet csinálni, vagy még mindig. Melyiket? Ami nem robban föl? Aha. Szerintem meg lehet csinálni még. Hát ezért kellenek ilyen heat ventek, vagy mi az Isten, ami kell hozzá. Tudomásom szerint. Ne káromkodj. Ja, jó. Nem tudom, miről beszélsz most őszintén. El vagyok azzal, hogy fákat neveztek. Hop-hop. Mit lehet csinálni ennek a fájával? Aha, még több fát. Ez így jó vicces lesz itt ezt megcsinálni. Jézusom. Na. Ezzel el fog bíbelődni még egy darabig szerint. Na. Hogy? Oké. Hát jó. Na. Akkor. Oké. Jaj! Tudod mit találtam? Assassin's Creed. Petíció. Igen. Hogy megcsinálják az 56-os forradalmat is. Igen? Csak alá kell írni 15 000 embernek. Ó, ez egy küldetés és lesz? 4 000 kell még. Ha? Ez egy küldetés szerint? Egy játék. Ja, egy játék? Lesz. Tehát az, ugyebár most csinálják a francia forradalmat, vagy kijött párt, ugye a fele. Igen. És hogy az 56-osra megkérték egy petíciót. Hm. Hogyha van rá annyi igény, akkor megcsinálják azt is. Aaaaaaj. Ezt nem így akartam. Megoldjuk. Hát, ez zseniálisan összevisszás. Most kicsit olyan negatívan hatott ez a... Ezt nem így akartam. Rossz, hogy elmondtam? Mi nem, történt? Nem azzal van probléma. Na végre. Csak össze-vissza folyik a víz. Ugye, mert én itt a vizet csinálom. A reaktorba. Akkor nem lesz tűzi játék. Nem, ez nem robban föl ez a reaktor. Ez leállítja magát, hogyha... Túl milyen reaktor az, amit nem robban fel? Hát biztonságos reaktor. Ah, na végre, föl tudtam jönni ide. Innen már egyszerű lesz.
Mennyivel könnyebb, így látjátok? Ugye, ugye? Most liftezzel? Nem, a hűtő, vagy a uránium celláknak a tetején állok, és onnan töltöm be a vizet. Ó, hogy a... Na, készen vagyunk. Mari néni. Ezt most már csak le kell fedni, nem tudom, hogy ez a 24 elég. Olyan furcsa színű lett az ablak. Tiszta kék. Hol? Már kívülről. Ja. Ott is vízel? Ó. Oh. Kell nekem még 8 darab blokk. Hát ez hihetetlen. Van még szenünk valahol? Aztán még egy kicsit. Van nálam 4 darab. Hüha. Le kell ugranom szénére akkor. Valami kemencébe. Semmi. Mi történt? Már? Hát sütött a nap és így... Éjszaka. Nem csináltam semmit. Nem tudom, okay, mi lehetett. Oké, befostam. Jó. De kamer itt állok kint a fánál, csapkodom a lombokat. Szépen világos, minden düss. Lementem este. Hozzá. Valaki nem fizette volna az áramot. Ó, találtam jelóriumot. De most nekem nem ez kell. Ó, ez kell nekem, szén. Annyi, amennyi csak tudok. Mindegy, most már ezt csak befejezem, még hogyha több mint 30 perc a videó. Már? Jó. Hogy repül az ide? Hát figyelj, azt mondja, hogy most tartunk 26 percnél, még talán belefér a bányászással együtt. Mit kell csinálni nekem ezzel a vacakkal? Jó. Mi hörög itt? Aha, éget, ne hörögjél, mert leütlek. Egy itt nem is tudna hörögni. Majd visszafogom magam. Ja, jó. Értem, ilyen hörgős hangulatodban vagy. Meg szülinapi hangulatom van, ha? Hát bemér, azzal nem lehet versenyezni. Na látod. Az csalás, kitiltással indulsz. Ja, jó. Ó, oh, itt egy creeper. Na, még mindig jó. Szia! Te engem nem szeretnek. Ezt nem így akartam. Arcomba robbant a creeper. Itt van még egy. Nem jó? Menj innen. Na, ezt már leütöttem. Csúnya creeper. Nem szeretem ezt a liftet. Valamiért neked nagyon bugos. De nem tudom miért. Néha felkerülök, néha nem. A vicces az, amikor nyomom a shiftet és egy emeltet fejjel megyek. Én szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. Nem, ez nem szeret. Hát vagy nem szeret, igen, az lehet, hogy jó. Ez messziről utána engem. Hol van még szén? Ah, ott van még. Mi kell nekem még? Kalapáccsal ráverdem erre. Annyi már elég lesz, ezzel megyek is haza. Oké. Ház. Teleport, és akkor be is tesszük gyorsan a furnace-be. Szerintem kettőnk között látszik, hogy ki érti jobban a dolgát. Igen. Én talán elkészülök egyetlen egy dologgal. Jó, hát én azért ismerem azt, amit most csinálok, te meg azért régi Minecraft-oztál most. Hát meg kicsit átalakítottak. Nagyon. Hát meg igen. Borzalmasan. Kivehettem innen a gumit egy picit? Milyen gumit? Honnan? Amit itt nem. A furnace-be. Jó. Várd meg! Megoldom máshol. Egyébként hol... Nem mindegy. Mondjad. Most fogom elvezetni a kábeleket, hogyha ezeket ugye már, ha jól emlékszem. Úgy fogjuk csinálni, hogy itt csinálunk itt egy ilyet. Aha. És itt lesznek a tetején a gépek, és itt ezen a, itt fog menni, ezen a földcsíkon a vezeték, ha ez neked így jó. Ó, oh, alakulsz, látom. Ez sikerült, ennyi, kész. Én végeztem, vége a videónak, sziasztok!
Jó. Jó, még van 6 darab kábelem. Mindjárt elkezdek. Kell nekem bedbox, bedbox, bedbox. Milyen magasságú terem kell neked? Nekem magasságú? Hosszúságú, szélességű. Mit csinálsz? Ez lesz az energiaterem neked. Ez ott mi? Ez ott mi? Mi ez a fekete? Ez magnetit. Ore. Van értelme? Egy. Barlang. Ez még lehet, hogy én ástam ki. Várjunk csak. Aha. Ja igen, ezt a kettő között ástam itt a... Megvan melyik ez a barlang. Én itt áskálottam a két, mert ugye két szárnyból van a leágazás a két pincéhez, két út vezet le, és ott kellett egy ilyen átvezetést csinálnom, hogy egy vonalba legyen a kettő, és így csináltam meg a szintezést. Itt vagy még? Igen, csak épp a falhoz vágom a játékba. Nem szeret, nagyon nem szeret, hol van Tin? Chestbe, ércesbe. De ott egy ott volt, nem látom. Nincs. Fehér. Nem a Diamond ládában, a másikban, ahova sülnek a dolgok. Kettő. Ott biztos, hogy van, mert... Kettő. ott egy jó pár stack. Kiszedtem kettőt. Hát ott stackek vannak szerintem. Ja, hogy van más színű is, aha. Igen, több színű van. Hát ez szerintem így. Kalapács. Ezt így betemetem a kalapács. Mit csinálok most? Jó, itt is halljuk. Szóval elég lett volna egy darab, nem mindegy. Kérhetek egy külön szenvedő ládát? Persze. Ide lentre is hozhatod magadnak, hogyha itt lent jó neked. Nem tudom, hogy hol jó nekem. Jelenleg mindenhol minden rossz. Ja, jó. 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 Hát fapados, fapadosnak fapados, de szerintem ez így ideiglenesen jó. Hogy néz ki az elem? Ugye, hagyom szóval még valahol még van egy elevátorom valahol. Nem is. Legalábbis remélem, ha nem, akkor craftolnom kell legyen. Ja, hogy most... Akinek nem működik az a nyomvat lift, annak most csinálsz egy liftet. Hát majd csinálok létrát is akkor neked. Ne, vicc volt. Majd megjavul. Egyszer biztos. Ja. Oké. Okay. Jó, ez kész. És akkor esetleg, ugye itt azért... Jó, most már csak fa kell. Oké, csináltam egy olyat, ahol föl tudod vinni a vezetéket a gépekhez, egy külön vezetéket, és akkor majd megmutatom. Nem vagyok benne biztos, hogy most csinálok, az jó dolog. Tök mindegy, valamit csinálsz, az kész. Aha. Aha. Jó, hogy van a reaktor. Itt le... Nem. Ugye, itt le tudsz ugrani, csak nem tudsz visszajönni. Hova? Itt oldalt, csak nem tudsz visszajönni. Itt ezt a vezeték. Az engem hol érdekel? Azt mondja, hogy ide jön a bad bug. Mindjárt csinálok neked egy másik járatot, jó? Ja, most nem tudom, hogy jól raktam el ezt a mackot. Egy létrát majd eszközölök oda. Hű, hogy volt ez? Na. Mindjárt kész a reaktorunk. Ja, ennek kell valami energia is. Na, kíváncsiak, hogy mennyit fog termelni a dolog. Ja, föl kéne menni a tetőre. Nem ártana. Itt a 8 blokk. Mindjárt össze fog állni. Hát ezt meg tudom csinálni. Ezt beteszem. És... Várjál. Oké, megyek haza. Várjál, most valamit elszúrtam, vagy... Elméletileg ez így... Control... Access Point... Power Trap... Ja, Control Rodokat elfelejtettem csinálni. Azt hitted, hogy kiszúrsz ezzel velem, ugye?
Ahogy csezzeng. Tudok, Ja, telek nem, én volt, csak nem. becsuktam az ajtót. Értem. Nehogy kivigye a cug. Tudom, amit felejtettem el. Nem baj. Na megint hosszabb lesz a sorozat. Rész. Nem baj, megoldjuk. Na. Viszont visszamegyek. Mert... tudom, hogy mit rontottam el. Az a fontos, hogy itt a tetején... Ez most rossz helyen bontottam le, mert... Jó, azt itt kibontom ideiglenesen, mert nem fog tudni. Itt az egyik, akkor itt a másik. Egy emellette. Oké, elvetőleg meg vagyunk, és ezeknek a tetejére fog majd kerülni a kontrollrod. És akkor most jók vagyunk. Ide szerintem teszek egy waypontot. Mi kell nekem még? Egy. Jó. És akkor... Nem így akartam. Hogy kell, nem? Rednet, nem. Redstone, ó. Oh. Kell még olyan is. És ebből maradt kell nekem... Falaszták. Hány ilyen oszlopot csináltam? Hat darab. Ja, működik! Jó. Na, mit sikerült akkor? Ez is szén kell. Ja, semmit. Értem. Kétségbe vagyok esve. Annyira csak nem rossz a helyzet. Ne, rosszabb. Ja, jó. Hát csak tudod, van ez a kalapács, csak kiklapolsz dolgokat. Igen. Aztán megnyesed a dolgokat. Aztán hozzáteszed egy kis gumit, hogy legyen belőle kábel. Aztán kitéped a hajadat, mert túl kevés lesz. Ha a kalapács eltörik, mehetsz a dolgodra, mert eltört. Tehát az a építő jellegű dolog, amikor minden kell, hogy semmit se legyen. Aha. Na. Hol az avatszor? Így. Öt, még egy kell. Ne, egy darab Oké, okay, hogy jutok vissza le? Azt nem tudom. Hát jó, akkor így megyek vissza. Na. Hát igazából ahogy tudsz, vagy most mire gondoltál itt? Most befalasztad nem, magad? Nem, tépkezgetek. Ja. Hát is csináltam egy másik lukat. Ja. 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 Na, azt és akkor jön. Most fog összeállni a reaktor. Minden ó, van itt kard. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. És most állt össze végre, láthatjátok, hogy máshogy néz ki. És itt van, amiről beszéltem. Itt van a fuel, mennyi a hőmérséklet és mennyi áramot termel nekünk, itt van power out, vagy mennyi áramot, egy pillanat, nyomogoljuk. Kérdeznék, melyik az a wrench, ami mindenhez jó? Fúha, látod ezt most így hirtelen, nem tudom, majd mindjárt megnézem neked. Ó, találtam egy régit, úgyhogy az biztos jó. A bronze wrench az tuti jó. Na, itt van az energy buffer egy... Azt nem akarok csinálni. Ja, jó. Itt van az energy buffer, ez ennyi áramot tud magában tárolni a reaktor. Itt van a reaktor heat, ez ugye a hőmérséklet. És itt van a reaktor fuel rods, ez ugye, hogy mennyi fuel van a rodokban. És ugye itt írja, hogy 6 darab ilyen fuel rod. Tehát 6 ilyen cső van. És akkor
most van nálam 30 darab ilyen jelórium, ide beteszük az in, eltüntette, és itt is van, most már csak itt van egy aktív gomb, ezt benyomjuk, és akkor fölpörög, és láthatjátok, hogy megy föl szépen. Hát ez most jelen pillanatban 430 420-430 RF-et per tickenként termel. És itt a vég kifejlet. Lehet elérni többet is. Magasabb. Több roddal és magasabb rodokkal többet is el lehet érni. Tehát ezt akár 800-ig is föl lehet turbózni. Most jelen pillanatban ez szerintem jelen pillanatban bőven elég. De ezt majd úgyis szerintem ki fogom bővíteni, mert lassan elfogyott már lassan az összes vasunk. Most hőmérséklet függő, mert minél magasabb hőmérsékletet ér el. Maradjunk annyiban, hogy 700-800 Celsius foknál már romlik a teljesítménye a reaktornak. Tehát meg kell találni azt, amikor nagy számú fuelroddal, közepes hőmérséklettel lehet elérni a legnagyobb teljesítményt ezeknél a reaktoroknál, igazából annyi a lényeg. No, akkor segítünk Erpinek. Ó, hát már megoldottam. Akkor jó. Ennek a verencs. Nem kellett hozzá. 41 percnél járunk. Jó. Akarunk még venni, vagy már ennyi elég? Én eljutottam addig, hogy csináltam egy electric furnace. Na, megnézzük akkor, megnézzük, hogy mit alkotott RP. No, ez egy... Vagy be, mutasd be, átadom neked a szót. Tossam be? Mhm. Hát, hogyha, mert ugye tutoriál jellegű... Ez a fehér dolog. Gondolom. Ez egy generátor. Igen. Ez olyan bio, hogy mindenféle éghető anyagot belerakunk. Igen. A létrát nem. Akkor termel nekünk abba energiát, ami most valamiért eltűnt. Ja, mert kiütöttem. Amúgy, hogyha ráviszitek az éghető dologokra a egeret, akkor ott kiírja alul, hogy mennyi EUT per ticket termel. Mert ugye a fontos tudni, hogy az IC2 az EU-val dolgozik, nem pedig RF-fel. Mi a baj? Az uniós tagállamokkal működik. Igen. Pontosan. Na, tehát a fehérbe teszünk tüzelőanyagot, az átmegy ebbe a barna színű dologba. Ami a neve Bedbox. Aminek a neve Bedbox, kábellel átmegy oda, tehát elműködik. És többet teszik, mint amennyi haszna van. Jó, akkor én még... Nem baj, hogy kiegészítem, ugye? Csak hogyha valaki... Nem belekötni akarok, csak aki többet, még többet akar tudni, hogy... Ennek az, hogyha ráviszitek így az egeret, akkor kírja ugye, hogy generátor, meg stb. Ott kírja az output, az 10 EU per tick. Ha ugyanezt a bedboxnál megcsináljátok, ott láthatjátok, hogy ez 32 EU per tick, tehát magasabb szintű gépeket ezzel nem érdemes üzemeltetni, mert nem fog, tehát elszívja, hamarabb elszívja a gép az áramot, mint ahogy hozzájutna az áramhoz, ezért kiakad a rendszer. Figyelni kell, mert hogyha viszont túl magas feszültséget vezettek be majd későbbiekbe a gépekbe, akkor viszont meg fölrobbannak a gépek, úgyhogy ezt óvatosan kell kezelni. Láthatjátok, azt hogy... mondtad, hogy... Mondjad? Azt mondtad, hogy mutassam be a rendszer. Nem azt, hogy mi van még, ja, jó. De mondjad. Jó, és itt láthatjátok a fel... Egyébként így készülnek azok a vacsok, kell hozzá ilyen. Most nincs nála más, abból ilyen lesz. Ja, kösz, hogy felveszed. Bocsánat, csak megmutatom a nézőknek, mert ugye én videózok. Gondoltam, megmutatom. El nem haragszom. Ez egy Forge Hammer, ezt meg is mutatom. Így lehet craftolni, két stick és 5 darab vas. Ugye itt van ez az Iron Plate, mellé kell tenni a Shapeless Craftingba. És itt vannak még ezek a dolgok, ilyen tin item casing, az ugye úgy készül, hogy a tin plate-et mellé tesszük. Tehát még egyszer, tehát ide teszel egy tint, abból lesz egy ilyen plate, a plate-et beteszed és abból lesz egy ilyen casing. Kábelt azt úgy lehet csinálni, hogy kell hozzá egy ilyen cutter, egy ilyen olló, amit úgy kell csinálni, hogy ugye két iron, három iron plate, ahogy az előbb mutattam. És ezzel kell megvágni a
plétet, a TIN plétet, és abból kaptok 3 TIN kábelt, és mellé kell tenni egy tetszőleges gumit. Jó. Elméletileg mindent bemutattam, amit RP éppen csinált, vissza is adom neked, mert ezzel te foglalkozol. Uh-huh. Jó, meg még az olló. Szuper. Jó, hát szerintem egyelőre ennyi. Így is túlszaladtunk. Mutatod be a rendszeret. Jó. Jó van, na. Ezt majd úgy is le fogjuk cserélni, mert ebbe a rendszerbe is egy csomó fajta. Tehát, hogy most beírom, hogy... Industrial... Rájöttem, mi az a lila vacak a lépcsőnél? Van itt napelem, szélerőmű, vízerőmű, geotermál generátor. Akkor... van. Itt is van reaktor. Tehát nagyon sokféle gép meg áramforrás van, úgyhogy majd ezt meg is... Meg van fúrógép. Fúrógép, amit Diamond majd... Drill meg drill. Amit majd nekem kell megcsinálnom. Mert mindig, hogyha ilyen fajta módokkal játszunk, akkor RP mindig ezt kér tőlem. Tök mindegy, hogyha egyszer semmibe állunk a fa mellett, és még egy crafting table-ünk sincsen, mert azt mondja, hogy kérek egy ilyet, és így nézek rá nagy szemekkel, hogy ezt most hogy. De miután most van mindenünk, majd megkapja. Tudod, legyen életcélod. Igen. Na jó, ott akkor ott azon a fánbe is fejezhetjük a videót. És abban a pillanatban le... Ja, akartam nézni még ezt. Ja, nyugodtan. Meg akartam nézni, milyen dolgot építettél ide. Megmutatom. Láttam, hogy itt van valamilyen vasúti kocsi. Na, az a lényege. Az a baj, hogy ezt föntről kéne megnézni, de nem tudok fölmenni. Föntről semmit nem látsz, csak annyi, hogy ilyen. Ugyanaz az teteje. Belenézel a control panelbe. Akkor ott a sárga a fuel, az a középső kék az a temperature, meg ott szélén az energia. Bárhova rakhatnám a control panel? Elméletben oldalra, tehát csak oldalra, tetejére nem tudnád tenni. Nem erre gondoltam. Ha nem? Tehát tehetném mondjuk idefelőre, vagy oda oldalra, vagy akár lehetne. Nem pont középen. Persze, nem pont középen kell lennie, csak én oda tettem. Tehát úgy értettem, hogy az oldalon bárhova. Igen, igen. Ebbe kell beletenni a... Yelloriumot, mert ugye ez a bemenet, és itt majd, ebbe a kékbe, ugye a sárga a bemenet, kék a kimenet, ide az... Oh, nézd meg! Egészség. Nézd! Ide bele nem ez, voltam, a, de ez a... Még egyszer! Ebbe a outputba ide a cyanide ionot kerül. Kivetted? De úgyis. Nem tudom visszarakni. Jó, mindegy, nem baj, maradhat nálad. Kivettem. Nem probléma. Nem mondtam, hogy probléma. Abban majd úgyis fogunk csinálni majd plutóniumot, ami ez a reaktor fogja. Egészsége. Köszönöm! Az ő nevében is. Ezt a reaktort majd következő epizódokban valamikor megépítjük. Meg ezt majd bekötjük a házba. Megkibővítjük a... Működik? Nekem igen. Te, ne vágj fel. Uh-huh. Jó, hát nekem... Valamin zűr a zavarban, zavar a zűrben, berakom újra. Az is egy megoldás. Működj! Nem, ez nem szeretnék. Nem, hát akkor szerintem már ennyi, és akkor majd a következő epizódban RP folytatja. Egyébként... Igen? Épp azt néztem, hogy a két rendszer pont ugyanolyan hasznos. Mármint? Talán az enyém hasznosabb. Jó. Jó, semmi, hagyjuk. Jó, oké. Na, a következő epizódban RP folytatja az IC2-t. Valószínűleg lecraftol még több gépet, meg esetleg új erőforrásokat. Talán ne jutok még kettőig. Áramforrás, bocsánat. Én közben szerintem ezt fogom megcsinálni, vagy próbálom, de közben majd vasat is kell felhoznunk, meg szenet. És akkor majd lehet, hogyha ezt befejeztem ezt a reaktort, akkor utána... Ó, köszönöm. Azt a reaktort befejeztem, akkor meg fogom csinálni az Apple Eyed Energy Sticket, és onnan már arany élet lesz, utána már folytatjuk a többi móddal. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, kommenteljetek. Wow! RP kilépett. Nem, de ezt hogy elmondom. Ezért nem töltődik bele olyan gyorsan. Nincs meg adna neki ilyen
kellő RF mennyiség, nem mindegy. Lájkoljatok, kommenteljetek, hogyha van valamilyen kérdésetek a móddal kapcsolatban. Ha valamit kihagytunk, akkor nyugodtan írhattok, tippeket is írhattok, hogy még milyen áramforrást használtok. Én szeretnék legalább mindenféle áramforrásból kipróbálni Mind Factory Reload. Ugye most a Big Reactort elkezdtük, az IC2 már alakul, Thermal Expansion-t már csináltunk, tehát mindenfajta áramforrásból fogunk csinálni valószínűleg, vagy mindenféle áramforrást meg fogunk csinálni, hogy legyen elég áramunk, és akkor nem csak egyfajta áramforrásból fogunk megélni. Na, hát akkor találkozunk majd a következő részben, sziasztok! Bye!